Rekordszámú nevező a jótékonysági horgászversenyen 225 ezer forintot gyűjtöttek össze Tóth Róbertné részére. Költségvetés módosítás, adóigazgatási feladatok, forrásigénylés, megtartották októberi ülésüket a levéli képviselők. Száll az ének szájról szájra Radó Gyuláné, Kenesei Ilona életéről és munkásságáról nyílt kiállítás. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Ismét bizonyított a horgásztársadalom. Október 30-án ugyanis egy jótékonysági versenyre várták az érdeklődőket Halászin. A verseny főszervezője ezúttal is Horváth Imre volt, akinek nevéhez több jótékonysági horgászverseny is fűződik. Ezúttal Tóth Róbertné Mazsi részére gyűjtöttek, aki kiújult daganatos betegséggel küzd. Kupák, érmek és különböző tárgynyeremények sorakoztak az asztalon szombat délelőtt a halászi öreg csuka horgásztónál. Ismét jótékonysági horgászversenyre várták az érdeklődőket Horváth Imre szervezésében, idén már harmadik alkalommal. Májusban Rajkán a Szent Kristóf Mentő Alapítvány javára gyűjtöttek, szeptemberben a Hospice Ház volt a kezdeményezett, ezúttal pedig Tóth Róbertné Mazsi részére szervezték meg a jótékonysági horgászversenyt. Több ember felhívta már a figyelmemet a évfolyamán a Tóth Róbertné Mazsi részére. Nekem nem volt ismerős a név, pedig hallottam róla, és amint a Vizsi Ferencnek a cikke megjelent a Facebookon, leesett, hogy kiről is van szó, és mivel én is rákos beteg voltam, tudom, hogy minden keresztül. Tóth Róbertné kiújult daganatos betegséggel küzd, özvegyként egyedül neveli két gyermekét nehéz anyagi körülmények között. A család havi 75 ezer forintból igyekszik megélni, amit nehezít a házokon lévő hitel is. A család támogatására többen szerveztek már gyűjtést. Ezúttal a cél 180 ezer forint volt, amit aztán sikerült túlszárnyalni. Összesen 225 ezer forint gyűlt össze a verseny végére, ami több szponzor is támogatott, valamint rekordszámú nevezés volt. Kulac Zoltán, a Uno Auto Motor kerékpár szaküzlet tulajdonosa első szóra nevét adta, hogy neve alatt megcsinálhatjuk ezt a jótékonysági horgászversenyt. Rekordlétszámú horgászunk lett, mert 39-en vagyunk, idáig 37 volt a rekord. A jótékonysági horgászverseny végén A, B és C szektorban, valamint abszolút kategóriákban külön hirdettek eredményt. A legnagyobb halat Ábrahám Károly fogta ki. A közeljövőben a jó ügy mellé áll majd a Moson-Magyaróvári Darts Klub is, akik egy jótékonysági versenyt szerveznek december 18-án. Az itt befolyt összeggel szintén Tóth Róbertnét támogatják majd. Összesen 13 napirendi pontot tárgyaltak levélközség vezetői október 27-én tartott képviselőtestületi ülésen. A napirendi pontok között szerepelt a 2021. évi költségvetés 3/4 évi teljesítéséről szóló beszámoló és a rendelet módosítása, az adóigazgatási feladatokról szóló beszámoló, valamint a szociális tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet is. Októberben is összeült levél képviselőtestülete, az ülésen pedig összesen 13 napi rendi pontot tárgyaltak. Mivel változtak a település bevételei, mindenképp fontosnak tartották a képviselők, hogy a 3/4 évnél egy beszámolót hallgassanak meg, annak érdekében, hogy tiszta képet kapjanak róla, miként teljesült a község kiadása és bevétele az idei évben. A beszámoló elfogadása mellett módosították is a költségvetési rendeletet. Megtörtént szeptember 30-áig a második részlete az adóbefizetéseknek, és nagyon sok beruházásunkat átütemeztük, vagy leállítottuk, hát közel 30 millió forint értékben nem úgy realizálódtak az adóbevételeink, és hát ezzel kapcsolatban szerettünk volna tiszta képet kapni, hogy hogy tudjuk zárni ezt a 2021-es évet, és nagyon fontos, hogy ennek tükrébe tudjuk majd megtervezni a következő évi költségvetésünket. Második napirendi pontként a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendeletet fogadták el a képviselők. Levél települése az idei évben is sikeresen pályázott, összesen 148 mázsa a barna kőszénre, amit a szociálisan rászorulók között osztanak majd ki. Szintén kiemelt fontosságú napirendi pont volt az adóigazgatási feladatokról szóló beszámoló,
hiszen az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak az előzetes tervek. Én mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy egyrészt a Covid, másrészt pedig a két nagy adófizetőnk, a két szélerőműparktól alacsonyabb áron vette át ettől, vagy veszi át ettől az évtől a szolgáltató az elektromos áramot, és hát ez elég érzékenyen érintette itt az önkormányzatot, és jelentősen visszaestek az adóbevételeink. A képviselők jóváhagyták a levélfalvi Monók óvoda és bölcsöde 2021-2022 évi munkatervét, valamint az egyesületek támogatások felhasználásáról szóló beszámolóit. A község vezetői a bölcsöde építés költségnövekményéhez mintegy 38 millió forintos nagyságú központi költségvetési forrást is igényelt, mivel a topos pályázat nem fedezte teljes egészében a bölcsödei beruházás költségeit. Az ülésen döntöttek egy új átfogó település rendezési terv készítéséhez árajánlatok kéréséről is, hiszen a jelenlegi rendezési tervek nem alkalmazhatók 2022-től. Az októberi képviselőtestületi ülés az SMS módosításával zárult. A Huszárgálvárosi Könyvtárban kapott helyet az a 13 tablóból álló kiállítás, ami Radó Gyuláné Kenesei Ilona életét és munkásságát hivatott bemutatni. Kenesei Ilona tanítói pályafutását és népdalgyűjtői munkásságát is Mosonmagyaróváron kezdte, 14 kötetes kéziratos dalgyűjteményét pedig Kodály Zoltán és Bartók Béla is ismerte és elismerte. Kották, korabeli újságcikkek, valamint 13 tabló képezi azt a kiállítást, ami a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület, valamint az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely együttműködésében valósult meg, és Radó Gyuláné Kenesei Ilona életét mutatja be. Ez a kiállítás kapott most helyet a Huszárgálvárosi Könyvtárban, amin keresztül a népdalgyűjtő életével ismerkedhetnek meg közelebbről az érdeklődők. Kenesei Ilona 1883-ban született Veszprémben, 10 éves korára pedig már több száz népdalt ismert és énekelt. Tanítói pályafutását 1902-ben kezdte meg Magyaróváron, valamint népdalgyűjtői munkája is itt bontakozott ki. Érdekes még Klein Ilonáról, mielőtt Klein Ilona néven született, itt Magyaróváron magyarosította a nevét Keneseire, hogy ő férjet is Magyaróváról választott, aki Radó Gyula volt, és aki a Magyaróvári Gazdasági Akadémián tanult. Házasságuk nem volt hosszú életű, férje 1916-ban az orosz fronton hősi halált halt. Ekkor már Radó Gyuláné is a Szegen élt, és jelentős társadalmi és kulturális szerepet vállalt a település életében. Népdalokat gyűjtött Moson-Magyaróvár környező falvaiban, mint Arak, Kisbodak, Halászi vagy éppen Lipót, és az ország egész területéről is. Dalgyűjteményeit Kodály Zoltán és Bartók Béla is ismerte, sőt, elismerte. Életének főbb állomásai szerepelnek benne, kezdve Veszprémtől, itt született, szerepel ezen kívül Kesztely, Magyaróvár is egy külön tablót kapott, továbbá Isaszeg is több tablóval szerepel. Itt megismerkedhetünk azonban munkásságának fő részével, a 14 kötetes kéziratos dalgyűjteményével, amit az Országos Széchenyi Könyvtár őriz. Kenesei Ilona több csoport és egyesület alapítója és elnöke volt, nagy hangsúlyt fektetett a hagyományőrzésre és a kultúra átadására, de szívén viselte a szegény sorsú gyermekek szociális és egészségügyi ellátását is. A népdalgyűjtő 1960. februárjában hunyt el Budapesten. A Szál az ének szájról szájra című Radó Gyuláné Kenesei Ilona életét és munkásságát bemutató kiállítás november 20-áig nézhető meg a Huszárgálvárosi Könyvtár kiállító termében. Elindult a zöld busz program Moson-Magyaróváron, aminek keretében november 21-éig lehetőség van egy tisztán elektromos autóbusz kipróbálására a városban. A zöld busz hétfő, szerda és pénteki napokon az 1-es, 1M, 1K, 2-es, 5-ös, 5A, 10-es és 12-es helyi járatok útvonalán, még kedden és csütörtökön az 1-es, 1M, 1K, 2-es, 5-ös, 5A, 2G, 10-es, 12-es útvonalakon közlekedik. A zöld busz közlekedésének pontos időpontjai megtalálhatók a város honlapján. A KNTH Liga 6. fordulójában a Madarszon Moson-Magyaróvár a Siófok KC csapatát látta vendégül pénteken. A forduló rangadójára mindkét csapat vereséggel érkezett, így kulcskérdés volt a győzelem.
az első negyed órát leszámítva az MKC irányította a játékot, így egy nagyon sima 48-29-es győzelmet szerzett. Ez a siker a klub történetének legtöbb hazai gólt hozó első osztályú mérkőzése lett így. A mérkőzés legjobb hazai játékosa Tóth Gabriella lett, aki 8 találatig jutott a mérkőzésen. Röviden a szerdai időjárásról. A reggeli órákban ködös párás időre van kilátás, majd napközben megnövekszik a felhőzet, térségünkben jelentős csapadékra nem kell számítani. Erős lesz a szél, napközben 16 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most a Sziget Köz Sport című magazin műsor következik. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!